Két héttel a leendő aranyérmes MTK után a leendő ezüstérmes Budafokot fogadtuk a Haraszti úton. Csapatunk jó formában várta az összecsapást, de a Pest megyei ellenfelünk se panaszkodhatott. Csapatunkban 5 sárgája miatt nem játszhatott Pászka, Völgyi pedig sérült volt, így a védelemben kellett egy kicsit változtatni a Lipcsei Péternek, előrefelé változatlan csapattal rohamoztuk Póser kapuját. A mérkőzést Radványi Ádám vezette, segítői Berényi Ákos és Márkus Péter voltak. Két átlövéssel kezdtek a csapatok, a vendégeknél Margitics lőtt egy sistergőset, a túloldalon pedig Molnár Róbert kínálta meg egy kemény lökettel Póser Dánielt. Egyhete a Vác ellen nagy gólt lövő Szántó Regő nem tud leállni, a kis gólok távol állnak tőle. Ezúttal Drobból lőtt óriási gólt a jobb felső sarokba, mintegy 22 méterről. A 21. perc az utánpótlás válogatott Szabó Máté került helyzetbe, de belelépett a lövésébe Molnár Róbert. 25. perc egykori játékosunk Gohér Gergő lőhetett egy szabadrugást, próbálkozása kapura ment, de nem helyezte jól, Abu magabiztosan fogta. A félidő utolsó helyzete a vendégek előtt adódott, Olá átlövését ütötte ki Abu Attila, nem volt rossz kísérlet. A második félidő elején újabb zicsert alakítottunk ki, Szántó ügyesen elengedte a labdát Huszáknak, de Póser lábbal óriásit hárított. Ebben a játékrészben sokat volt a labda Budafoknál, de Meddő mezőnyfölényét sokáig nem tudta helyzetre váltani. A 80. perccel aztán jöttek a vendég lehetőségek, először Szabó ment el harcosan Valencsik mellett, beadásánál Takács mentett óriásit a támadó elől. 84. perc egy szöglet után Abu szaladt alá a labdának, Margitics üresen tudott fejelni, de Csonka a labda útját állta, majd Molnár is ezt tette Horváth Roland fejesénél. Óriási helyzetek maradtak ki. Aztán egy perccel később egy ártalmatlan helyzetben Szántó lábában esett át Szabó, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est a házigól király és csapatkapitány Kovács Dávid vállalta el, és maga biztosan értékesítette is azt. A hosszabbítás hosszabbításában jártunk a 96. percben. Kulcsár készülődött szabadrugáshoz. Beadására a Budafok játékos nem ért bele, de valahogy mégis a kapunkban kötött ki a labda. A visszajátszáson jól látszott, hogy Valencsik Dávid combjáról került a hálónkba a labda. Sajnos kicsúszott a kezünkből a pontszerzés, a Budafok pedig bizonyította, nem véletlenül áll feljutásra. Soroksár SC, Budafoki MTE 1-2. Hú, hát azt kell mondanom, hogy a második fél időben kétszer kaptam szívinfarktust, mert tényleg gólvonalról kétszer mentettek, és megmondom őszintén, hogy már azt gondoltam, hogy ez a meccs elúszik, olyan szempontból, hogy tényleg semmi se akar bemenni. Nagyon nagy nyomást helyeztünk, azt gondolom, a második félbe a Soroksára, és bíztam benne, hogy legalább az egy pont meg lesz, de hát a 96-ban sikerült a győzelem, azt gondolom, ez nagyon nagy győzelem a csapat számára. Büszke vagyok a srácokra, mert tettek végérte. Ez ilyen a foci. Elsősorban szeretnék gratulálni a Budafoknak a győzelemhez. Nyilván, amit a Csiz is elmondott, hogy a második fél időben fölénk kerekedtek. rengeteg hiba volt, és rengeteg faltot csináltunk. Tehát amit elmondtam nekik a mérkőzés elején, hogy tényleg egy stabil csapatról van szó, egy nagyon jó védekező csapatról van szó, hiszen az MB2-ben a legkevesebb gólt kapták, és szerettük volna azt áttörni őket. Nyilván a Regőnek egy szenzációs lövése volt az első fél időben, amit eltalált, és azzal vezettünk 1-0-ra. Kértem a fiúkat a fél időben is, hogy nehogy véletlenül belealudjunk a mérkőzésbe. Nyilván a második fél idő az a Budafoké volt, de rengeteg hiba volt, ugyebár a Regőnek a 11-ese, tehát ott kifelé megy a labda, háttal van nekem az ember, ott nem bántom. Nyilván ez a fiatalság és a rutintalanság sajnos
bennük van, és hát a végén pedig a 95. vagy 96. percben én azt gondolom, hogy nem illő gólt kapni, úgyhogy állítólag a Valencsik Dávidnak a lábáról pattant be, tehát öngóllal elveszíteni a mérkőzést, én azt gondolom, hogy nem lett volna illő. Talán a döntetlen az reálisabb lett volna.